Új korszak kezdődik az Európai Unióban, hiszen elindult az új 7 éves ciklus tervezési időszaka. Ám ahhoz, hogy megfelelő pályázatok legyenek kiírva, többek között a civil szervezetek részére is, fel kellett mérni az igényeket, lehetőségeket, mondta a Civil Információs Centrum Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vezetője egy szatmárnémetiben tartott konferencián. A Civil Információs Centrum a Fehérgyarmati Szilvaország Egyesülettel és a Szatmárnémeti Hiátus Egyesülettel közösen 406 civil szervezetet bevonva a határ két oldalán egy önkéntes stratégiát készített el, egy kutatás és egy stratégiai tervezési folyamaton vagyunk túl, aminek a keretében fölmértük azt, hogy mi hogyan is áll a civil szféra ebben a két megyében. A szatmárnémeti rendezvényen elhangzott az Egy térség, egy közösség, önkéntesség erősítése Szatmárban című kutatási eredmény és a szatmári civil stratégia mindkét megyének fontos. Az elmúlt években pedig még szorosabb lett a kapcsolat a két megye és a két ország civil szervezetei között, többek között a határon át nyúló uniós programok miatt. Most a 7 éves tervezési időszak elején tartunk, éppen a tervezés fázisában még. A mostani terveink szerint is lesz a magyar-román együttműködési programban civil szervezetek együttműködését elősegítő beavatkozás, tehát remélhetőleg a jövőben is tudunk együttműködni magyar, illetve román civil szervezetekkel is. A romániai szatmári térségben a civileket nem támogatja kellőképpen a romániai kormány, véli az RMDS Szatmár megyei elnöke. Pataki Csaba hozzátette, a határ mindkét oldalán nagy probléma az is, hogy a fiatalok külföldön vállalnak munkát. Az egyik közös célja ennek a térségnek az, hogy itthon tartani a fiatalokat, a jól felkészült fiatal szakembereket hazacsábítani. Ez csak akkor működik, hogyha vannak olyan beruházások, vannak olyan szellemi központok, ahol jól érzik magukat a nagyon jól felkészült fiatal szakemberek, és eszükbe jut az, hogy jöjjenek vissza a saját szülőföldjükre. És ez ugyanaz a gondunk a határ mindkét oldalán. Ezért nagyon fontos, hogy együtt gondolkodunk, politikusok, civil véleményformálók, történelmi egyházak, és közösen megteszünk mindent azért, hogy a magyar emberek újra jól érezzék magukat a Szatmárban. A civilekről és civileknek szóló soron következő értekezést május végén Fehérgyarmaton tartják.